Nehéz mérkőzésre számítottak a nyíregyháziak a fővárosban, ahol annak tudatában léptek dobóállásba, hogy meg kell szerezniük a győzelmét járó 2 pontot. A bajnoki címre hajtó NTK játékosai megbirkóztak a nyomással, és 3263 fát dobva 5-3-ra megnyerték a találkozót. Egyáltalán nem volt annyira sima ez a mérkőzés, bár nagyon fontos volt, hogy az első körben a Hoker Dezsőnek ugyan nem sikerült a pontszerzés, de a Magyarorsi Péternek 540 fával a hazaiak egyik legstabilabb játékosa ellen pontot tudott szerezni, és ez nagyon fontosnak bizonyult. Még a középső sorban igazából azt lehet mondani, hogy jócskán eldöntöttük magunk javára a mérkőzést, ugyanis a Fehér Béla 580 fa feletti teljesítménye, illetve mellette a Kastora Zsolt 551 fája pontot ért, és már ekkor közel 90 fával vezettünk, és 3-1 arányban vezettünk, és akkor a Szegő Leventének és jó magamnak már csak a csapatfát kellett úgymond megtartani, de bíztunk benne, hogy még egy-egy csapatpontot elhozunk. Nem sikerült, nem dobtunk rosszul, mindketten 540-541 fát dobtunk, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy a Nyíregyházi Tech Klub messze a legjobb teljesítményt nyújtotta ebbe a szezonban ezen a pályán, úgyhogy megérdemelten diadalmaskodtunk. A nyíregyháziak szombaton a középmezőnybe tartozó Gázművek MTH csapatát fogadják a Városi Stadion Tekecsarnokában. Mindenki rendelkezésére áll Ráski János edzőnek, úgyhogy a legjobb összeállításban is pályára léphetünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Gázművektől félnünk kell hazai pályán, akkor már régen rossz, akkor nem a bajnoki reményekért szállunk dobóállásba, úgyhogy mindenképpen bármilyen arányú az a győzelem csak is az elfogadható számunkra. A legutóbbi fordulóban az addigi listavezető Eger vereséges szenvedett Gyulán, így az NTK állt a tabella élére, igaz, mindkét együttes 22 ponttal várja a folytatást.